A kis Gassner Anna a valóságon alapuló megható mesével készült a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett általános iskolásoknak szóló 19. Tolpihe meseíró pályázatra, amelyben kiskutyája elvesztését vetette papírra álomszerű gondolatokkal. Volt egy kiskutyám, aki nemrég távozott el tőlünk, és gondoltam, hogy ezt jobban fel tudjam dolgozni, ezt ugye, hogy elvesztettük, hogy leírom. És hogy így felszabaduljon bennem ez a trauma, ami ért. A Tolpihe meseíró pályázat legjobbnak tartott meséit zsűri választotta ki, amelynek tagja volt Benkő Andrea pedagógus, a Kossuth Rádió szerkesztő riportere, Kozári Ferenc tanító, a Vörösmarty Színház színművésze és Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője. Nagy Judit kiemelte, számos kiemelkedő alkotás született, így nehéz volt kiválasztani a legjobbakat. Nagyon-nagyon sok szempontunk volt, nyilván a mese tartalma, a meseszövés izgalma, a dramaturgiája, a stílus fontos szempontok voltak, és nagyon örültünk annak, hogy az idén sok környezettel kapcsolatos, állattal kapcsolatos, igazi felelősségvállalással kapcsolatos mesék voltak, emellett természetesen voltak derűs, fordulatos történetek is. Idén 41 pályamunka készült a versenyre, Székesfehérvár mellett többek között Morról és Dunaújvárosból is érkeztek mesék a gyerekektől. Szilvási Grund Helga hozzátette, a Gárdonyi Géza a Művelődési Ház és Könyvtár jövőre is megszervezi a Tolpihe meseíró pályázatot, ám kicsit másképpen. Jövőre ugye a 20. alkalommal szervezzük meg ezt a meseíró pályázatot. A zsűrivel arra az elhatározásra jutottunk, hogy lehet, hogy egy picikét módosítani fogunk, hiszen most népmeséket várunk, illetve meséket várunk elsősorban, de nagyon sokszor megjelennek a novellák, úgyhogy lehet, hogy a kettőt majd kettő felé fogjuk bontani, de 20. alkalommal is várjuk. Az idei díjazott mesék a héten felkerülnek a Gárdonyi Géza a Művelődési Ház és Könyvtár honlapjára, így hamarosan bárki elolvashatja a gyerekek lélekemelő történeteit.